Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, meghívott vendégénket, jegyzőasszony, Zebegény község képviselőtestületének 2017. november 8-ai rendes ülésén. Mivel sem a pénzügyi és település fejlesztési bizottság, sem a kulturális és idegenforgalmi bizottság nem lett határozatképes, ezért elsőkörösen testületi ülés keretében fogjuk megtárgyalni a mai napra előírt napirendi pontokat. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 fő jelenlétével határozatképes. Napirendi pontok az előtte a meghívó szerint temetőrendelet felülvizsgálata, tájékoztató települési szerelés folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről, létesítmények állapotáról, üzemeltetéséről, víziközműüzemeltetői szerződés, tájékoztató a háziorvosi és védőnői szolgálat működéséről, főépítész 2017 évi beszámolója, Hajnalka utca, Pester kártya megbízása, munkaterve, ingatlanvásárlási kérelem, szociális szövetkezet, 2018 évi rendezvényzet, 2018 évi munkaterv, beszámoló település üzemeltetési feladatok ellátásáról, tájékoztató a lejárt határidő határozatok végrehajtása és 15. nap az egyebek. Ehhez szeretném fölvenni 16. napi rendként a Danubia televízió helyzetéről szóló kiküldött anyagot, és a Csilla majd gondolom, hogy ki is egészíti az írásban adott anyagot. Tehát összesen 16 napi rendi ponttal vágnánk neki a mai ülésnek, és szeretném jelezni, hogy mivel ilyen számos napi rendi pontunk van, az októberi 25. ülésen beharangozott előterjesztések egy része átcsúszik a jövő heti ülésre, ezt majd az egyebek napi rendi pontban részletezni fogom, tehát jövő héten mindenképpen még több témában zárt ülést és nyilvános ülést is kell majd tartanunk. Kérem szépen, hogy aki a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadja, készfeltartással szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. Átadom a szót jegyzőasszonynak, temetőrendelet felülvizsgálata című napirend előterjesztésére. Köszönöm szépen. Az előterjesztést a képviselők, illetve a bizottsági tagok megkapták. Minden évben jogszabályi kötelezettség a temetőrendelet felülvizsgálata. Ehhez még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ugye a képviselőtestület idén alkotta meg a 2017 évben idén alkotta meg a temetőrendeletét. A felülvizsgálat tulajdonképpen a szolgáltatási díjakra kell, hogy irányuljon, illetve természetesen, hogyha a rendeletben van olyan, ami jelenleg nem úgy működött, ahogy a képviselőtestület szerette volna, arra van mód a rendelet módosítására. Én szeretnék javaslani a kérdés a temetőrendelettel kapcsolatban nem érkezett, úgyhogy én szeretném, hogy esetleg kérni, hogyha valakinek van hozzászólás. Bocsánat, annyiban szeretném készíteni, hogy érkezett egy kérdés Noémi részéről, hogy tudjuk-e, hogy ki az, akiknek lejárt a megváltása, és hogy ezeket hogyan követjük nyomon. Itt a viszonyban nyilvántartásunk, ezt most már a Vasányi Andi fogja kezelni. A jövőben a felszólítás kimegy, de sajnos parcellánként le kell ellenőriznünk az egész rendszert. Ugyan tavaly elkezdték feldolgozni a kulturális közfoglalkoztatás keretében, de nem tudták befejezni a temető nyilvántartást. Egyébként a járási hivatal ellenőrizte, tehát az a fajta nyilvántartó rendszer, amit ők elfogadnak az rendelkezésünkre, de a saját magunk képbehelyezése miatt muszáj soronként átnézni az egészet, úgyhogy folyamatban van. Köszönöm szépen. És köszönöm. További kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. Vélemény. Parancsoljon, képviselő. Én először szeretném megköszönni a polgármester asszonynak, hogy nem kell folyamatosan változtatnom a róla kialakított és íresztett véleményemet, viszont itt szava hihetetlen, nem igazán lehet adni a szavára, hogy miről van szó, ugye ígéretével, kötelességével szemben ezt az anyagot most nyomta a kezembe, ülés előtt 2 perccel. Nyilvánvaló, hogy érdemben ezzel, tehát ez a témához hozzászólni nem igen lehet. Ne ígérem, hogy megpróbálom, lehet, hogy csicsisákot fogok mondani, és ezért előre is kérem mindenkinek a elnézést. És akkor mondanám is az első kérdésemet. Nincs itt tárgya, hanem tudom, hogy beletartozik-e, hogy van egy olyan, hogy meg lett választva, foglalkoztatóan temetőgondnok.
Én már, hogyha feltettem a kérdést ezzel kapcsolatban, hogy a temető gondnak ennek mi a feladata, és akkor azt a futtával azt a választ kaptam, hogy a temető gondnak hasonló a kertészhez, csak szakvéleményt ad. Tehát ő neki nincs tényleges munkája, tehát a kérdésem az lenne, hogy most a temetőgondnok az végez-e tényleges munkát a temetőbe, kötelessége végezni, vagy csak van? Nem tudom, hogy ki volt el válaszolni, mert én nem vagyok szavahihető, gondolom, hogy valaki más lesz az, aki szavahihető módon válaszol képviselőnek. Jó, akkor kétel lesz képviselő úr beírni az ilyen hazugságaimmal. Nem gondok van választva, és nem gondok van megbízva, hanem kertész van. Ugyanezt mondtam el két ülésen ezelőtt is, hogy nem gondokunk van, hanem kertészünk van, mert hogy a jogszabály szerint kötelező kertészt tartalmazni a temetőkbe. Azt is elmondtam, hogy a temetőkről szóló törvény az nem a zebegényi kis temetőt veszi figyelembe, hanem országosan, átlagosan rendelkezik a temetők fenntartására vonatkozóan. A mi temetőnkben nincsenek parkrészek, igen szűkre szabott parcelláink vannak alig közlekedhető utakon. A kertész megbízása a testület döntése szerint 2017 elején megtörtént. A kertész ellátja szaktanácsadásra összekötött feladatát a temetőben, és nem csak a temetőben, hanem a virágosításban, tehát a földterületkezelésben is. Mivel, hogy nem hiszi el a válaszomat, így nem is kívánom tovább bonyolítani a dolgot, úgyhogy ha esetleg ebben még további kérdés lenne a képviselőnek, jó napot kívánok, és foglalni helyet. További kérdés lenne, akkor én javaslom, hogy ismét írásban, és valószínűleg majd nem szavahihető módon fogunk rá válaszolni. Neten keresztül megkapta képviselő a felültegyeztéseket. Neten keresztül? Igen, ja igen, bocsánat, kaptam. Ez azért igaz, tehát az én kötelességem az SMS szerint az odáig tart, hogy interneten kiküldöm. Nem egészen, de ebben nem tudom beszélni. De egészen. Tudom, egészen eddig tart. Tehát, hogy az már csupán az én plusz, hogy mondjam, próbálok megfelelni igényeinek, a képviselő úr igényének, ezért nyomtatom ki, mert egyébként nem lenne kötelesség. Megköszönöm, de azt még jobban megköszönöm, hogy a kérdésemre kaptam, hogy választani, az volt a kérdésem, hogy a temető gondok, őnek kötelese ténylegesen munkát végezni. Na most gyakorlatilag a válaszban csak az volt, hogy tanácsadásra összekötve, de hogy mivel van összekötve? Ismét elmondom, hogy nincs temető gondnokunk. Kertész, bocsánat. Ha a kertész szerződést szeretné látni a képviselőre, akkor azt nagyon szívesen be fogom hozni a testületet, és megnézhetem. Tehát azt nem értem, miért nem lehet a kérdésre választ kapni, hogy most kötelese munkát végezni a kertész, vagy csak tanácsokat ad? Hát ez nem annyira bonyolult kérdés ez. Hogy erre nem lehet válaszolni. De válaszoltam. Nem, ön azt válaszolta, bocsánat, hogy tanácsadással van összekötve. Mi van összekötve a tanácsadással? Mivel nincsenek olyan területek a temetőben, ami gondozik el? Szűk, igen. Értem, jó. De megválaszolt a polgármester azt. Hát nem. Én számomra ez... Nem válaszoltam. Tehát akkor ez is nem érti az én válaszolimat. Bocsánat. Akkor ezek szerint, akik dolgoznak a temetőben, azok olyan szűk területen dolgoznak, és nem a kertész, ahol a kertész már nem tud dolgozni. Nem kérem szépen. Nincsenek. Hogy nem dolgoznak köszönöm a temetőbe? Ez azt most nem gondolja komolyan, hogy a temető az magától olyan rendben van téve, meg hasonló, ahogy van. Miért nem van téve? Persze. Miért nem? Ezt is kimondta a képviselő. Mert ugye a síró, és annak környéke a sírok tulajdonosának, vagyis hát annak a kötelessége, az esetleges olyan területek, amelyek ezekhez nem tartoznak, azt meg az önkormányzat mint településüzemeltetés keretén belül megoldja, de ez nem kertészeti feladat. Értem. Tehát akkor gyakorlatilag az a válasz a kérdés, hogy olyan kertészünk van, aki csak tanácsad, de semmiféle tényleges munkát nem kell végeznie. Igen, a jogszabály által kötelező kertész. De nem ez volt a kérdés, hogy kötelező, vagy nem kötelező, hanem tevékenységére voltam kíváncsi, hogy kötelező munkát végezni, vagy csak tanácsadat. De nem csak a temetőben végzi a feladatát, ezt is mondta a polgármester asszony előbb, hanem az egész településen. De ön is kisított meg a kérdésem, tovább is az a kérdésem, hogy tényleges munkát, ha kell, akkor pontosítom, mit jelent a tényleges munka. Kigyónál két rózsatövet. Kell neki, vagy csak tanácsot kell adni? De nincs a temetőben két rózsatövet, amit a kertésznek kéne gyomlálni. Igen, akkor... De mondom, hogy levágták a sövényt, amit viszont ők vágtak le. Teszem hozzá, a kertész is ott volt. Igen, levágták. Annyira bonyolult kérdéseket teszek. Nem, ez azért bonyolult. Na, mindig kicsit kell, hogy nem válaszolunk el. Nem a kérdés, hogy nem válaszolunk. Jó, én szerintem ezt lezárjuk. 2 percben van lehetőség. A rendelettel kapcsolatban tessék kérdezni továbbiakban. Ha ez ügyben nem voltunk érthetőek, vagy úgy gondolja, hogy hazudtunk, akkor tessék leírni, és akkor írásban adjuk, és akkor azt lehet megint támadni. Parancsoljon képviselő további kérdése? További kérdés. Köszönöm szépen. Jó, rendelettel kapcsolatban tovább.
Semmi? Ezt nemrég alkottuk meg, szerintem ez elfogadható. Jó. Tehát ha jól értem egyelőre, tehát nincs javas, tehát nem kíván módosítani a temetőrendet. A testület nem kíván módosítani. Igen. Jó, köszönöm szépen. Jó. Akkor kérem, aki ezt a javaslattal már, mint hogy nem kíván módosítani, egyetért legyen szíves szavazni. 2-4, igen, és gondolom 1-nem felteszem. Így van. Köszönjük szépen, akkor 2 igen, 1 nemmel elfogadtuk a határozat. Igen, 4 igen, 1 nemmel. Jó, tájékoztató a települési szerelés folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről, létesítmények állapotáról, üzemeltetéséről. Hát én tisztelettel köszöntöm itt körünkben Olá Tamás urat és Horváth Csaba urat a DL-Merivé képviseletében. Illetve megkérem akkor Rosszi Péter urat, hogy üljön be hozzánk. Köszönöm szépen. A Zöld Híd képviseletében. Orosz úttól kaptunk illetve szépen nevedés írásbeli anyagot. A DL-Merivé képviselői pedig nyilván az itt felmerülő kérdésekre helyben fognak válaszolni, ugyancsak orosz egy is gondolom. Munkatervben ütemezett napirendről van szó, és azért nem is egészítettem ki, mivel ez annyira szakmai beszámoló, hogy igazán én nem tudok ehhez mit hozzátenni. A hulladék szállításra, hulladék szolgáltatásra vonatkozó anyagot mindenki olvashatta. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban orosz úrhoz kérdés, vélemény, bármi. Tessen, Kocsoli képviselő. Nekem egy kérdésem, de előtte, tehát a kérdésről feltétlenül dicséretet szeretnék mondani, hiszen szerintem mióta hordják a hulladékot, semmiféle gond, felakadás nincs, kivéve egyetlen dolgokkal, és ami ez most lenne a kérdésem, és én úgy gondolom, ugyan engem érint, tehát mondjuk írásos nyomóban, de szerintem rajtam kívül nagyon sok ember, csak épp nem tették szóvá, vagy megpróbálják másképp elintézni dolgot. Következő problémám történt, én szeptember folyamán vettem az IKEA-ba gépészettel egybekötött konyhabútort, most aki már látott ilyet, az tudja, hogy hihetetlen csomagolóanyaggal van ellátva. Na most a papírra nem is volt semmi gond, jöttek a szelektívesek és elvitték. Igen ám, de hát főleg a műszaki dolgok azok be vannak csomagolva, hát a nép PS-en csak azt mondjuk, hogy hungaró cell, ez valójában nem hungaró cell, és bele van nyomva a jelés, hogy ez újrahasznosítható anyag és nem hungaró cell. Na most amikor jött a hulladék szállító, ugye hát egyből kiszállt a gépkocsivezető, és mondja, ő ezt nem viszi el, ami érthető, hogy hungarocell. Én próbáltam neki megmagyarázni, hogy ugyanez úgy néz, mint a hungarocell, de tessék idejönni, le lehet fényképezni, ott van benne a jel, hogy ez nem hungarocell, ennek nem vitték el. Hát akkor ezek után én felhívtam az önök telefonszámát, most kb. 5 percig tájékoztat akkor, hogy ezt a beszélgetést most aztán rögzíteni fogják, és erre van következmény lesz, ha nem mondok igazat, hogy nocsak. Hát én borzasztóan örültem, mert mondom, hogy valami következmény lett, elmondtam ugyanezt a búmat, bajomat, mi van hasonló, mondták, hogy majd fognak értesíteni. Hát azóta eltelt most már másfél hónap, a következő szelektív gyűjtéskor megint jöttek, megint fényképet készítettek, ugyanezt elmondtam. És az én világon nem történt semmi. Természetesen megoldottam a kérdést, nem mondom meg, hogy hogyan, de az lenne a kérdésem, hogy ilyen esetben, ha ezt tényleg önök nem vihetik el, akkor nem kellene esetleg önöknek lépni, hogy hasonlóan az elemekhez, ugye? Tehát ugye lesz, hogyha ezt azt mondják, hogy veszélyes hulladék, hogy valahogy a gyártóval, a szolgáltatóval visszagyűjtetni, vagy odavihetni, hiszen tessen megmondani nekem, mit csináljak vele. Először is nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, elnézést kérek a késésért, és köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen ennek a dicsérő szavakat. Ez egy olyan probléma, amit felvetett a hungarocell kérdésem, amire nem fogok tudni egyenesen jó választ adni. Ugye a közszolgáltatási szerződésünkben a veszélyes hulladék gyűjtés nem szerepel, ez pedig abban a tételbe sorolandó. Nekem az lenne a kérésem, hogyha kisebb mennyiségben található, akkor inkább a kukába helyezzék be, gondolom, hogy a szelektív hulladék közé volt keveredve, és a szelektív hulladék teljesen más utat jár le, be a kommunális hulladékban kisebb mennyiségben jobb helye van jelen pillanatban. Viszont hosszú távú megoldásként a hulladék udvarokban látjuk a megoldást, ami önök közelében Nagymaroson van legközelebb. Ott egy erre rendszeresített, a szigetelt aszfalt már rendelkezésünkre is áll. Ezzel kapcsolatos engedélyeztetések folyamatban vannak. Szeretnénk minél hamarabb beindítani ezt a hulladékudvart, és itt meg fognak tudni szabadulni az ilyenfajta hulladéktól is az ügyfeleink.
ha megenged egy gondolatot, hogy akkor valószínűleg rosszul fejeztem ki magamat, hiszen én mondtam, hogy a nép az úgynevező, hogy hungarocel, de ez nem hungarocel, csak hungarocelnek néz ki, és akkor benne van még egyszer, tehát az előállító belenyomja a jelet, hogy ezt el lehet vinni, ez egy szelektív. Az egy más dolog, még egyszer, hogy ránéz egy halandról, azt mondja, hogy hungarocel, mert nehéz megkülönbözni. Nem hungarocel, tehát ez lett volna a kérdés, hogy ez valójában nem hungarocel, ez egy csomagolóanyag. Igen, de egy olyan csomagolóanyag, ami nem szerepel nálunk a szelektíves zsákon. A szelektíves zsákon fel vannak sorolva azok az anyagok, amelyeket begyűjthetjük. És egy kicsit jó is esik van a dolgozóimat, ezért kicsit meg kell dicsérni, mert valóban egy olyan anyagot szűrtek ki, amit ők nem hozhattak volna. De ugyanakkor mondom, szörnyen restelen nem tudok önnek egy olyan megoldást javasolni egy ilyen pillanatban, ami igazán jó megoldás lenne. Ezért arra kérném, hogy a jövőben inkább a kormon és hulladék gyűjtőbe helyezze ki. Ahogy visszamegyek az irodába holnapi napon, utána fogok nézni, hogy pontosan milyen lehetőségek lehetnek ezzel az anyaggal kapcsolatban, és meg fogom vizsgálni az újrahasznosíthatóságát is. Hogyha a polgármester asszonyt esetleg megkérhetném a képviselő úrnak az elérhetőségeit, e-mail váltás követően el fogom kérni. Köszönöm szépen. Egyébként a telefonrendszerünkre is engedje meg, hogy reagáljak. Eléggé elfogott telefonos rendszerünk van, az biztos. Nem volt valami. Lassan egy éve elindítottunk egy fejlesztést. Sajnos finanszírozási okok miatt ez elhúzódott, de most már a finishbe vagyunk, és azt gondolom, hogy belátható időn belül egy teljesen modern rendszerű telefon adni ügyfeleink hívását. Tehát itt is próbálunk egy kicsit előrelépni. Bocsánat, azt is kell, mert azt is meg kell dicsérni, hiszen gyorsan felvették, lehetett kommunikálni, lehetett érteni. Csak a válasz nem jött, de szerintem nem a rendszernek a hibája. Sajnos ott az ügyfélszolgálatosok is meggondolva művelt a kérdéssel, többször keresik őket, de nem tudunk igazán jó válaszokat adni a hungarocel kapcsolatos kérdésekre. Köszönöm. Én köszönöm. További kérdés? Parancs. Én csak megjegyzést szeretnék tenni, mi többször hosszasan leveleztünk, tehát én azért nem tudnék ilyen dicsérő szavakat adni. Lehet, hogy ez csak az én problémám, vagy az én személyes problémám, vagy a mi utcánk a sajátos problémája, de hétről hétre, akár ki is merem mondani, hogy nem néztem most vissza a levelezésünket, de hónapról hónapra problémák voltak a szelektív hulladékgyűjtéssel és meg a kommunális hulladékgyűjtéssel is. Lehet, hogy nem vitték el, nem ürítették ki a teljes tartalmát a kukának. Ott maradt a szelektív zsák, mintha minden másodikat elvitték volna, a többet nem. Ezt többször jeleztem, most talán az utóbbi időben egy kicsit javult a helyzet, illetve javult a helyzet, de nem értettem, hogy ennek miért kell hónapokig így zajlania. Hozzáteszem, ez korábban is volt, tehát még a Zöldhíd fennhatósága alatt is szituációban is. Annyiszor fordult elő, hogy mint amit írtam is, hogy minthogyha ez egy ilyen személyes megkülönböztetés akarna lenni. Nyilván nem az volt, illetve nem tudhatom, hogy nem az volt, most nem feltétlenül a Zöldhíd vezetése részéről, hanem a dolgozók részéről, de soha senkivel nem kommunikáltam egyszer sem, tehát nem tudom miért lehet. Korábban is jeleztem, hogyha probléma volt a Genzelman úrnak, egyszer-kétszer rám vágta a telefont olyan stílusban, amit most én nem reagáltam rá, mert nem tartottam érdemesnek, de most az utóbbi időben javult valóban a helyzet, de akkor se értettem, hogy miért kell ennek így zajlani a hónapokon keresztül. A mulasztások valósak és elnézést kérek most ezen a fórumon és a munkatársaim nevében. Továbbra is azt szeretném kérni Önt, hogy közvetlenül saját elérhetőségemen a jövőben is tegye meg a meg is fogom, hogy azt gondolom, hogy minden levélre igyekeztünk adni. Köszönöm is szépen a gyors reakciókat, meg a reagálást, csak a probléma nem oldódott meg. Az elsőre, a másodikra, a harmadikra se. Hát az utóbbi időkben viszont azt látom. Igen. Nagyon pici sikerélmény ezért van benne, igen. És kérem a jövőben is bátorítani, hogy elérhetőségem megkeressen bátran. Rendben, köszönöm. Én köszönöm. Valóban javul a szolgáltatás, de rengeteg energiánk megy arra, mi naponta beszélünk telefonon, csak szeretném még egyszer elmondani, hogy minket hív a lakosság, hogy nem rendszeres a szállítás, hétfő helyett szerdán jön, kegyetlen sok energia megy, és hát az idegeim is kicsit néha feszültek, mert olyan telefonokat kapok, hogy 20-30 centiből kell hallgatnom, mert ordítanak. Tehát rajtunk csapódik le, és ez nagyon nagyon jó, hogy rajtunk csapódik le. Igen, azt gondolom, hogy ketté kell választani, ugye az egyik része a szolgáltatásunknak az a belterület részen csapódik le,
amiről pedig ön beszél, az pedig a külterületi rész, a kis autósjárat jellemzően, azt gondolom, itt történtek csúszások valóban az utóbbi időben. Sajnos technikailag ránkjáralót, azt kell, hogy mondjam, egyszerre csőstül, szokták is mondani, hogy bajnak a csőstüljön. Minden a kis autón egyszer romlott el, és ezekben az esetekben valóban kelten és szerdán tudtuk pótolni. Jellemzően nyári időszakban, késő össze vagy őszi, korai őszi időszakban a gyűjtést. Utóbbi időben már itt sem volt csúszás, helyreállt a technika, viszont valóban többször egyeztettünk már, és minden alkalommal igyekeztünk azonnali megoldásokat találni. Úgyhogy jellemzően az dűlő területen kétfajta szolgáltatást lehet igénybe venni. Van egy fél éves klasszikus utolsós szezon, de vannak olyan lakosok, akik állandó jelekkel érnek ezen a területen. Most is például azért váltottunk több telefont is a héten, mert mi úgy gondoltuk, hogy csak az állandó lakosok részére biztosítjuk az elszállítást. Van egy körülbelül 20 főből álló listánk, tőlük szerettük volna elhozni a hulladékokat, hiszen aki fél éves díjat fizet ki, annak ugye szeptember 1-től nem jár a szolgáltatás. Viszont azt említette, hogy több helyen kimaradt a feliratosság, ezért úgy döntöttünk, hogy átmeneti időszakot fogunk hozni, és be fogjuk kerülni a teljes területet, és elhozunk minden feliratosságot. A dolgozóink arról is tájékoztattuk, hogy még Maros Kft. Által forgalmazott zsákok is találhatóak a lakosoknál. Kértem őket, hogy következő szezonig ezeket is hozzuk el. Viszont télen már jelezték munkatársaim, hogy lesznek problémás területek, a terület adottságai miatt, hogyha leesik az ómos eső, a hó, akkor bizony elő fog fordulni, hogy nem fogunk tudni bejárni a területeket. Szerettem volna jelezni ezen a fórumon előre, hogy ebben az esetben nem fogunk tudni kockáztatni, és minden ilyen elhanyagolt vagy elmulasztott szállítást a következő alkalommal természetesen pótoljuk, minden a lakos által kirakott minden hulladék elszállításával. Uh-huh. Az lenne a kérdésem, hogyha csúszás van, akkor legyen szíves, küldjél egy e-mailt nekem, vagy hívjál fel, és akkor én felteszem a Facebook oldalra, és nem telefonos kisasszonyként kell nekem funkcionálnom, hanem Facebookon mindenki elolvashatja, hogy hétfő helyett szerdán lesz a szállítás. A téli időszakra tavaly sofőr hiányában, még az önkormányzat végezte téli időszakban, én voltam a sofőr, hát ugyanúgy első kerék meghajtású autónk van, nagyon ritka volt, hogy nem tudtam felmenni, nagyon ritka eset volt. Rendben. De ha bármi járhatatlan út van, akkor rám csörögtök, és akkor megyünk segíteni, jó? Köszönöm a szoros kapcsolattartást, azt gondolom jól működik. Illetve szeretném javasolni, hogy a ügyfelek megkeresését, hogy tereljék be a Zöld Hídnak a ügyfélszolgálatára. Azt gondolom, ez egy nagyon szép gesztus és egy óriási dolog, hogy az önkormányzat foglalkozik úgymond a saját lakosaival, de valóban egy plusz teher, ami igazából a mi mulasztásunk miatt hárul az önkormányzatra, és ezt mondom, nekünk kellene kezelni. De minden egyes telefonhívásnak az intézését köszönöm. És azt szeretném megkérdezni, hogy mindig ugyan azok az emberek jönnek összeszedni a szemetet? Igyekszünk és törekszünk arra, hogy azonos autón, azonos járat, azonos uh-huh. járaton, azonos személyzet üljön, de olyan szintű ember problémával és technikai problémával küzdünk, hogy ez felszokott borulni. Mindent megteszünk azért, hogy ez főleg a területi adottságok ismerete miatt ez maradjon. Kis autós járaton is kialakult egy fix csapat, nagy autós járaton szokott egy kis mozgás lenni, de az az alapvető stratégiájuk, hogy ugyanazok jöjjenek össze. Akkor viszont én felajánlom akármikor, legközelebbi alkalommal, hogy beülök melléjük, és végigmegyünk azokon a helyeken, ahol tavaly is összeszedtük. Jó. Mert úgy látom, hogy óriási nagy káosz, némelyik azt sem tudja, melyik településen van, vagy melyik utcában. Jó. Meghatározott járattermeken járják be egyébként. Másfél óra alatt csináltuk tavaly télen meg a hétfői egy szemétszedést. Akár jövő héten is érhetőség? Jó, és akkor rámcsorogsz Péter, és akkor elmegyek velük, jó? Rendben, amikor héten egyeztessük a részletet. Rendben. Köszönöm szépen. Köszönöm, további kérdés. Nekem lenne még egy, hogy korábban szó volt arról, hogy lesz majd lehetőség kisebb elégzetre váltani a kommunális hulladék esetében. Nem tudom, hogy ez már éle ez a lehetőség. Igen. Akkor csak én nem tudtam róla. És ezt valahol a honlapon megtaláljuk. Arra kérem őket, hogy az ügyfélszolgálatunkon érdeklődjenek, és amennyiben olyan edényzetet tud a lakos nekünk adni, ami nem törött, jó állapotú, gurlós,
viszonylag tiszta, akkor díjmentesen ezt a cserét el is tudjuk végezni. Nyilván azt az edényzetet szeretnénk továbbadni más lakosnak is, tehát ilyen állapotú edényeket teljesen díjmentesen fogjuk cserélni. És amelyik sérült, ezt ki kell fizetni? Vagy? Sérült edényeket cserélni nem tudunk, sajnos. Akkor újat kell vásárolni? Tehát most tehát tudom, hogy sok egyedülállónak szerintem harmadáig nem telik meg a kukája kommunális hulladékkal, vagy családoknak sem, akik rendesen komposztálnak és szelektíven gyűjtik a hulladékot. Tehát fölösleges fizetni a nagy kukát, tehát akkor kell venni egy vásárolni egy kisebbet, hogyha igen, valaki ilyesmit akar. Nem tudom, mekkora igény van rá, esetleg depózhatok le nagymarosi telephelyen is, de hogyha itt van alkalmas helység, akkor egy 5-10-60 literes kukát akár itt az önkormányzatnál is ledepózhatunk, amennyiben be tudnak segíteni nekünk ebbe a cserébe, akár egy etapfag kitöltetési alaposra kisebb mennyiségbe tudjuk díjmentesen is. Jó. De ezt jelezni kell akkor az ügyfélszolgálatnak. Így van, hisz az elnézett cserét, egy adatmódosítás is követ, a számlát akkor utána ugye célszerű, hogyha a lakos kisebb edény. Persze. És hogyha sérült az edény, akkor azt el sem viszik, hanem akkor az a tulajdonosnak vagy a lakosnak lesz a gondja, hogy ezzel mit csináljon? El fogjuk szállítani. Jó. Akkor én szeretném megkérdezni, hogy a veszélyes hulladéknak a szállításával lehet egy hasonló akciót szervezni, mint a lomtalanítás volt, hiszen nagyon sok festék, hungarocell és egyéb anyag van a településen, amit pillanatnyilag nem tudunk mit kezdeni, vagy pedig más vállalkozót kell megkeresni körülbelül. Röviden a válaszom annyi, hogy más vállalkozót kell megkeresni. Sajnos a közszolgáltatási szerződésünk nem tér ki a veszélyes hulladékok begyűjtésére. Ezt nem is végezzük más településeken sem, holott erre is óriási szükség lenne. Két-három céget is tudok ajánlani, mindig őket szoktuk javasolni. Tapasztalati adataik, mert terveztük, hogy beindítjuk egyébként ezt a szolgáltatásunkat is, mert engedélyünk van rá, viszont jelenleg még a teljes apparát nem állt fel ahhoz, hogy ezt a feladatot elvégzünk, főleg forrás hiány miatt, de tesztjeleggel tavaly évben két településen is különböző vállalkozókkal elvégeztettük ezt a feladatot, és tájékoztató jelleggel annyit tudok elmondani, hogy 170 forint per fő költséggel kell kalkulálni mind a két vállalkozó, és teljesen különböző településeknél is ezek a számok arányosítva jöttek ki, tehát az önkormányzatnak hasonló költségre kell szállni. Úgyhogy itt az elszállított hulladék mennyisége után kell a számlát megtéríteni a szolgáltatóval. Egyébként hasonló rendszerben szokták ők is, jönnek, felállítanak egy gyűjtőpontot, jön a lakos, mérlegelik a hulladékát, és egy speciális jármű segítségével elszállítják azokat. Uh-huh. Amennyiben szükség van, nagyon szívesen átküldöm ezeket. Jó, nagyon megköszönöm. Jó, köszönöm szépen. További kérdés a beszélőhoz. Akkor köszönjük szépen a tájékoztatást, velünk magad még vagy? Hát, hogyha megengedik, akkor el. Akkor miért az ilyen elvére térnek, akkor megengedik. Nagyon szépen, köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen a részvételt. További munkát kívánok, viszont nem szeretném. Köszönjük szépen. Akkor folytassuk a tájékoztatást a most már a folyékony hulladék helyzetéről. Ugye a DMRD-vel két szerződésünk volt eddig a vízi közműre, tehát az ivóvízre vonatkozó és a csatornára vonatkozó a vízi közmű vagyont, hogy átadtuk az államnak, így most már csak a hulladékgazdálkodásról tudunk tulajdonképpen beszélgetni egy kicsit. Tessék parancsolni, fel lehet tenni a kérdéseket akkor ezzel kapcsolatban. Az én első kérdésem az akkor rögtön, hogy amíg a képviselővel gondolkodnak, hogy vajon terveződik-e a szennyvíz rendszer állami átvétel. Tudunk erről valamit? Tudnak erről valamit? Tehát most ebben a pillanatban az van, hogy a kizárólagos önkormányzat tulajdonban lévő vízi közmű rendszerek átadására nincsen lehetőség, pillanatilag jogszabályi lehetőség. Volt egy terv, amiben
az szerepelt, hogy azok a vízi közművű rendszerek, ahol állami tulajdon megjelenik, azokat átadhassanak be állami tulajdonba, de ez nem jelent még eddig meg, úgyhogy nem tudom, de az elegény esetében azt teljesen biztosan mondottam, hogy mivel ez kizárólag önkormányzati tulajdon, ezért ebben a pillanatban nincsen. Keresgéltük a lehetőséget a szennyvíz rendszer bővítésére, hiszen az Újbörtben, a Dózsa-György utcában, fönn a üdülő területen, ugye ott nincs még ellátvezett terület, igazán pályázattal nem sikerült összefutni, nem találkoztunk vele. Ezzel kapcsolatban van valami információ, és EU-s elvárás, hogy 100%-os csatornázottság legyen a településeken. Jelenleg még a feltételek nálunk nem állnak fenn, ezzel kapcsolatban van-e valami információ elérni? Tehát nyilván minden önkormányzat arra a helyzet, vagy arra a pályára kénytelen állítani, hogy valamilyen pénzügyi forrást találja fedés esetben már rendelkezés önkormányzat, mert akkor a forrás ember örülve meg tudja valósítani egy ekkora beruházást. Itt az Újvegy esetében ugye az is nehezíti a helyzetet, hogy egy kicsit kiesik a települést, tehát távolabban. Úgyhogy itt megfontolandó az is, hogy egyáltalán az ebegényi telepre hozzuk be onnan a szennyvizet, vagy a szobi szennyvíztető telepre, de ez kétségtelen, hogy addig, amíg nem látjuk azt, hogy milyen forrás biztosítható erre, addig fölösleges műszaki terveket készíteni ezzel kapcsolatban. Tehát az DMRB-nél nem lesz erre forrás, ez mondható. Tehát erre mindenféleképpen az ellátásért felelős önkormányzatnak kell valamilyen forrást találnia, és nyilván abban bízunk mi is, hogy valamilyen pályázat erre megnyílik, és akkor lesz lehetőség. Illetve akkor még annyival kiegészíteném, hogy most már a Magyarországon az összes ilyen pályázat meg forrás a Nemzeti Fejlesztési Programirodán keresztül megy, tehát központosították az ilyen pályázatokat is, és mindenképpen, tehát ahogy nézzük meg, máshol is történik, érdemes felvenni velük a kapcsolatot és élő kapcsolatot képíteni, mert ők azért vannak és ebben segítenek, hogy ahol nyílik a lehetőség, akkor ha tudják, hogy vannak ilyen helyek és vannak ilyen önkormányzatok, akkor kapcsolatba is lépnek. Tehát nekik ez államilag a feladatunk. Köszönöm. Egy ilyen háttérintézménye az államnak. Köszönöm az a információt. Parancsoljon a képviselő urat és hölgyek. Kérdés? Eszembe jutott egy kérdés. Azt szeretném megkérdezni, hogy önök felé csak a szennyvízzel kapcsolatos lehet kérdés intéz, vagy a vízközművel is? Tehát az ivóvízellátással kapcsolatban? Természetesen mi üzemeltetjük az ivóvízellátórendszert. Én hozzám a szennyvízágazat tartozik, de megpróbálunk mindenre válaszolni. Na most megdöbbenve láttam, hogy hallottam, hogy itt június környékén volt egy testületi ülés, ahol a képviselő testület tagjai egyértelműen lehúrogtak és leszavaztak azzal kapcsolatban, hogy lehetett volna tehát választási lehetőség volt, hogy az önkormányzat saját tulajdonába hagyja a vízközművet, és ellátja a lakosságot vízzel. Ideig ezt igazán mondom. Nem, mert nem az önkormányzat látta volna, tehát mindenképpen üzemeltetővel kellett volna szerződni. De maradt volna a tulajdonában. Tehát így van. Ez volt az alap, ezért júniusig. És aztán arra is kaptunk információt, az ebben nagyon jó vízi bázissal, vízkészlettel rendelkezik. Tehát itt érdemes lenne ezt meggondolni, hogy maradjon az önkormányzat kezelésében, hiszen olcsóbban lehetne adni ivóvizet például a lakosságnak. És aztán az volt az érv, amivel a testület tagjai hát leszavaztak, lehúrogtak, hogy igen, ám, de mi van abban az esetben, ha elromlik a rendszer, hiba van, milyen sokba kerül azt megjavítani. És akkor megdöbbenve hallottam, hogy most gyakorlatilag ugyanaz a helyzet állt elő, hogy annak ellenére, hogy nem az önkormányzat kezeli a vízműveket, ha hiba van, azt kiszámlázzák, annak ellenére, hogy lemondott ő a tulajdonról, kiszámlázzák a önkormányzatnak, jól értettem ezt, mert ide ez a leírás. Ez teljesen kizárt. Az igaz, ami ide le van írva? Mert ebben az van. Az üzemeltetői szerződés ugye következő napirendhez tartozik. Akkor bocsánat, ez a csatorna rendszere. Én azért kérdeztem előbb meg az úrtól, hogy lehet-e feltenni a vízzel is, vagy pedig csak a csatorna rendszere. De az üzemeltetői szerződés az a csatornára vonatkozik. Jól mondom? Üzemeltetői szerződés a csatorna rendszerre vonatkozik, nem a ivóvízre. Mind a kettőt vízi közműnek nevezik, ugye jól mondom. Vízes a csatorna, ez a vízi közmű. Szakkifejezés, igen.
Jó. További kérdés Délmedvé felé? Nincs. Akkor köszönjük szépen, de nem engedjük el az urakat, mert a következő nap rendőrgyet részült az üzemeltetői szerződésre lesz. Ha további kérdés nincs, akkor kérem szépen, hogy aki a napi rendet szóló tájékoztatót úgy a Zöld Híd képviselőtől, mint a Démerbe képviselőtől elfogadja, ezt kérem szépen készfeltartással szavazzon. 4 igen, 1 nem, mert köszönjük szépen. És közben megérkezett valódi nekem a képviselő szerint, hogy a képviselő testület 5 főre, létszáma 6 főre emelkedett. Viszont a bizottság még mindig nem határozott képes. Jó, köszönöm. Következő napi rendi pontunk a vízi közmű üzemeltetői szerződés, és kizárólag a tévénézők kedvéért olvasnék fel annyit az előterjesztésből, hogy korábban is volt már ugye üzemeltetői szerződésünk a szennyvízelvezető és tisztító rendszerre, és most egy törvényi változás miatt kötelező a vízi közmű rendszerre vonatkozó szerződést újra megkötni az üzemeltetővel. Ennek alapján a Délmedve elkészítette a üzemeltetési szerződés javaslatot, tervezetet, amit a képviselőtestület, illetve a bizottság rendelkezésére bocsájtottunk, és akkor lehet kérdezni ez ügyben a jelenlévő szakembereket. Tessék! Tehát most aktuális képviselő kérdésem, hogy a személyre ugye gyakorlatilag az az alapállás, hogy maga a hálózat az önkormányzat tulajdona. És aztán úgy folytatódik tovább, hogy annak ellenére, hogy az önkormányzat a tulajdona, azt átadta az önök kezelésébe, de ha valami hiba van a rendszerben, akkor független attól, hogy ingyen, térítésmentesen önök megkapták az egész hálózatot, fizetni kell azért, hogy kijavítsák. Tehát akkor engedjük meg, hogy pontosítsak néhány dolgot. Tehát először is a vízi közmű bérleti üzemeltetési szerződést azt a törvény szerint kell megkötnünk. A vízi közmű 2009-es vízi közmű szolgáltatásról szóló törvény leszabályozza a teljes területen a működését, és akkor ebben meg van határozva az, hogy a vízi közműt azt milyen szolgáltatási díjon lehet üzemeltetni, tehát hogy a fogyasztóktól mennyit lehet kérni a szolgáltatásért. Ezt a illetékes miniszternek kell majd meghatározni, ezért határoztam el ezt a díjat, illetve az is benne van a törvényben, hogy a igénybe vett rendszerért fizetendő használati díjnak az összegét, az pedig a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak az elnöke fogja meghatározni. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt nem díjmentesen vettük el, vagy üzemeltetjük az önkormányzatnak, hanem ezért egy használati díjat kell fizetnünk, amelynek az összege pillanatnyilag nincsen meghatározva. És azért, amelyet ez nincsen meghatározva, ezért kötöttünk egy megállapodást az önkormányzattól, hogy addig, amíg ez a bizonyos használati díj megállapításra kerül, addig mi elvégezzük azokat a szükséges felújítási munkákat, amelyeket a rendszer működéséhez elengedhetetlen el kell végezni. Ezekről számlát állítunk ki az önkormányzatnak, és az önkormányzat ugyanolyan összegű bérleti díj számlát állít ki a mi számunkra, tehát egyfajta használati díjként elszámoljuk ezeket a munkákat, és akkor, amikor majd ez a bizonyos díjrendet megszületik, akkor a eddig felhasznált használati díjaknak a beszámításával fogjuk elszámolni a tényleges használati díjakat. Tehát a pontos helyzet az az, hogy tehát először is, hogy egy különbséget kell tenni a hiba elhárítás, a karbantartási munkák és a felújítási munkák között. Tehát a hiba elhárítás és javítási munkáknak a fedezetét azt a szolgáltatási díj adja. Tehát azt a DMRZRT elvégzi, úgyhogy az önkormányzatnak pénzébe nem kerül. Azok kerülnek az önkormányzatnak, idézőjelben mondom, pénzébe, amik értéknövelő felújításnak számítanak. Tehát akkor, amikor például egy szennyvíz eltemelőben egy szivattyút ki kell cserélnünk, azért, mert javíthatatlanul elromlott, akkor azt kell belevenni egy újat. Ez egy új létrejött vagyonelme lesz, amit mi az önkormányzat számára ugye kiszámlázunk. Az önkormányzat ezt aktiválni tudja ezáltal, a vagyonnyilvántartásában megjelenti, és ugye kellene, hogy fizesse nekünk, aminek a fedezetét ez a bizonyos használati díj adná. De mivel ez nincsen meghatározva, ezért van ez, hogy ugyanolyan összegű használati díj számlát kiállít a mi számunkra, és akkor így tulajdonképpen számlakompenzációval kerül rendezésre ez a költség. Köszönöm szépen, maximálisan kielégített a válasz, nem lehet fogást találni rajta. Köszönöm. Köszönöm szépen.
Köszönöm, további kérdés. Ezt lehetőse még látni, hogy ez mikor látható ennek a használati díjadat megalapítása? 2011. december 31-en úgyis mondták, hogy Pezsgő törvényben raporozták szilveszter előtt. Ebben határidők voltak. Melyik év volt ez? 2011. Tehát most. Tehát az most december 31. December 32. január 1-től él a törvény. A törvény akkortól él, akkor megvoltak a határidők, 12-ben még a felkészülések voltak. Azt hiszem 13-ban lett volna, hogy elkészítjük a díjjavaslatot. Minden évben az összes magyarországi közműszolgáltató elkészíti nagyon szigorúan a törvény szerint, a megfelelő előírások és táblázatok szerint a díjhoz a javaslatot a következő évi díjhoz. Most már azt hiszem a fél évtizedes ünnepséget tudjuk tartani, hogy minden évben megcsináljuk, minden évben elkészítjük, de nem száll fel a füst, nincsen díj. Ennek mi lehet az oka egyébként? Jó kérdés. Nekünk is az óriási gondot jelent. Sokkal jobb lenne, hogy ezek a díjak meghatározottak lennének, és akkor mi ezt fizetnék önkormányzat a törvény szerint. Eltüntetett számlán kellene, hogy ezt kezelje, és ebből tudná finanszírozni azokat a vízi közmű felújításokat. Nem is várható majd. Hát idén is megcsináljuk és elkészítettük. Úgyhogy a Magyar Energia Hivatal ebben ugye, mint önállóan az országgyűléshez tartozó állami szerv dolgozik és működik közre az egészben. Ez a kialakult jelenlegi rendszer, ami alapján törvényesen lehet működni. Tehát van egy ilyen kialakult helyzet. És ezért kell nekünk is ezeket a játékszabályokat betartani, ilyen szerződéseket kötni. Köszönöm szépen, további kérdés. Nincs. Akkor a határozati javaslat szerint, aki egyetért a D-megyekben kötöntő szennyvízelőzés részítőrendszer üzemeltetésére vonatkozó vízi közműbérleti üzemeltetési szerződéssel és elfogadja, illetve felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, kérem szépen, hogy szavazzam. Köszönöm szépen, ha igennel átfogadtuk. Köszönöm szépen, és megköszönöm az a közreműködését is. Őket is elengedjük. És köszönjük a meghívást, hogy a kérdésünk. További jó.